Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Mai műsorunkban újabb részletek derülnek ki a szakképzés jövő tanévtől élesbe forduló átalakításáról. Megtudhatják, milyen képzésekre jelentkezhetnek az álláskeresők, hogy jobb feltételekkel kerülhessenek vissza a munkavilágába, és foglalkozunk az iparűzési adó kormány által még csak tervezett megreformálásával is. Tartsanak velünk! Megjelent a szakképzés átalakításáról szóló törvény végrehajtási rendelete. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, az átalakítás fő célja, hogy szeptembertől sokkal többen hagyhassák el az iskolát szakmával a kezükben, és a rendelet alapján az iskolának valóban szolgáltatónak kell lennie. Persze az sem mellékes, hogy már minden évfolyamon valamennyi diák ösztöndíjjal is számolhat. Lercs János már gyerekkorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől ebben a márka szervizben tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. Ebben segíthet neki az új szakképzési törvény, hogy megismerje a szakma gyakorlati oldalát. Már nagyon vártuk, hogy megjelenjen mi is, hiszen az intézmények szervezésében, munkaszervezésében felkészülni arra, hogy hogyan indítsuk el a következő tanévet helyi szinten. Nyilván ez nekünk egy alapkérdés, és ezen már így gondolkodni kell, annak ellenére, hogy még csak február közepe van. Ezért mi is nagyon vártuk, és nagyon örülünk neki, hogy megjelent. Alapjában véve most ezzel együtt tisztázódnak azok a kérdések, amelyeket egy törvény a keret jellegénél fogva nem tudott szabályozni, és számtalan olyan kérdésre kaptunk választ a végrehajtási rendelettel, ami eddig a törvényben szabályozottan ugyan, de nem részletszabályozással jelent meg. Ugye a fő irány az a szakképzési rendszerben az, hogy a 174 alapszakma oktatható, ezek az alapszakmák iskolai rendszerben. Ez igaz a mi iskoláinkra is, a Szekszárdi Szakképzési Centrumban. Tehát mi is arra készülünk, hogy ezeket az alapszakmákat fogjuk oktatni már most februárban is. Erre jelentkezhetnek a 8. osztályos tanulók. Ez most éppen nagyon aktuális, hiszen ugye február 19-e a jelentkezési lapoknak a beadási határideje. A új alapszakmák kétféle módon lesznek elsajátíthatók, technikumi formában, illetve szakképző iskolai formában, szakképző intézményi formában. A technikum alapjában véve 5 éves képzésként jelenik meg, a szakképző iskolai képzés pedig a 3 éves képzési formában. A technikumnak persze megmarad az a jellegzetessége továbbra is, hogy akik már érettségizettként szeretnének szakmát tanulni, nekik 2 év alatt erre továbbra is lesz lehetőségük, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindenki tudja, hogy a 2 éves képzések ugyanúgy megmaradnak, ahogy eddig is megvoltak. A változások minden területet érintenek, így az oktatók, a diákok és a szakmai gyakorlatot végző partner intézmények esetében is olyan új szemlélet alakul ki, aminek fő célja, hogy sokkal többen hagyhassák el az iskolát szakmával a kezükben, és a rendelet alapján az iskolának valóban szolgáltatónak kell lennie. Alapjában véve a képzési kínálatunkat már erre a tanévre meghatároztuk, illetve már úgy határoztuk meg a 2020-as tanévre a beiskolázást, hogy az iskoláinkban, ugye a megyében 9 iskolában dolgozunk, az iskoláinkban a képzési párhuzamosságokat elkezdtük megszüntetni. Vagyis ez azt is jelenti, hogy az iskoláknak egy specialitást próbálunk, az iskolákban egy-egy specialitást próbálunk kialakítani. Ez persze nem úgy jelentkezik, hogy egy-egy szakmára koncentrálunk csak kizárólag, hanem mindig képzési területekre, ágazatokra koncentrálunk, figyelve arra, hogy az intézménynek, az adott iskolának mik voltak a hagyományai, milyen feltételrendszere van, mik azok, amelyek zökkenő nélkül végezhetők, és melyek azok a képzések, amelyeket, hogyha egy másik iskolába viszünk át,
akkor az nem okoz nagy gondot sem a beiskolázás területén, sem az intézményeknek a feltételrendszerében. Tehát ez már megtörtént tulajdonképpen, amiről most beszélek, és már úgy gondoltuk végig, hogy az új ágazatoknak és az új szakmáknak megfelelően próbáltuk mindezt megtenni. Egyértelműen kell meghatározni, és kellett meghatározni, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak mik a fejlesztési, főfejlesztési irányai. Ezek is meghatározásra kerültek teljesen természetes módon, és nyilván ehhez kell igazítani minden egyebet. Az, hogy a fejlesztési területek mik, az viszont egyértelműen mindig az adott térség, megye gazdasági jellege határozza meg. Így nálunk a két nagyon fő fejlesztési terület, vagy a két fő fejlesztési terület, az egyik a műszaki szakterület. Én azt gondolom, hogy ez teljesen evidens és egyértelmű, hogy Tolna megyében, ahol egyébként az évszázad beruházása van folyamatban, ugye a Paksi atomerőmű bővítésével, itt nálunk ez egy alapkérdés, hogy itt megfelelő szakembereket képezzünk. Nyilván ez az iskolai rendszer, ez egy lassabban reagáló rendszer, tehát 3-5 év alatt tudunk képzett szakembereket kibocsájtani. A másik pedig a megye adottságait tekintve nagyon gazdag a turisztikai lehetőségek tárháza, és ez a másik fejlesztési területünk, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás területe. Itt is alkalmazkodva azokhoz a gazdaságfejlesztési elképzelésekhez, képzési oldalról persze, amelyek megjelentek már korábban is a megyei fejlesztések között. Valamint a most megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíjrendszer is támogatja a diákokat a szakma megszerzésében. Mindenki, aki belép a szakképzésbe alanyi jogon, ösztöndíjra lesz jogosult ez év szeptemberétől. Ez az iskola típustól függ. A technikumban 8000 forint körüli havi összeggel indulunk, a 3 éves szakképzőiskolában 15000 forint havi összeggel indulunk, és mindaddig ösztöndíjat kap a tanuló, amíg a duális képzésbe ki nem megy, mert amikor a duális képzésbe kimegy, akkor már ő ugye egy munkaszerződéssel megy, és ott munkabért fog kapni. Az ösztöndíj mértéke az a tanulmányi eredménytől függ majd. Ugye ez a két összeg, amit említettem, ez a 8 illetve 15 ezer forint, ezek a kezdő lépések, és attól függően tud ez változni, hogy a tanulónak hogyan változik a tanulmányi eredménye, milyen az előmenetele, van-e fegyelmi problémája, és így tovább. Ha minden rendben van, jól tanul, és ügyes az iskolában, nincsen semmi probléma, akkor ez az összeg emelkedni tud. Nyilván, ha valaki kevésbé jó, hát ez megint egy motiváció azért, akkor ez összeg akár változik lefelé is. Most nem az a cél, hogy lefelé változzon, nyilván mindig az a cél, hogy egy minőségi képzéssel olyan gyerekek jöjjenek, és olyanok menjenek, majd tovább lépjenek ki az iskola kapuján, akik ebben jók, és minél erősebben, minél jobb, magasabb szintű tudással rendelkezzenek. Nyilván ez is egy ösztönző rendszerként jelenik meg, ez az ösztöndíj. Eddig ugye eddig is volt ösztöndíjrendszer, de csak olyan előre meghatározott szakmákban, amik hiány szakmáknak minősítettek, volt jelen. Ugye jelen pillanatban ez is változik, és ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ösztönzés lehet még továbbra is a tanulók és a családok számára is akár, hogy a szakképzést válasszák. Nyilván át kell gondolni a képzési struktúrát, át kell gondolni az iskola szervezési dolgokat, hiszen az eddigi duális képzési rendszerben a tanulószerződéses képzéseket is egy új típusú gondolkodás váltja fel, ami gyakorlatilag arról szól, hogy szakképzési munkaszerződéssel fognak a tanulók a duális képzésben részt venni. Ez még nem most indul szeptemberben, ez a része legalábbis. Leghamarabb majd 2021. februárban lesznek olyan tanulóink, körülbelül egy év múlva, akik már az új munkaszerződéses rendszer szerint tudják végezni a képzéseiket, hiszen akik most 9. osztályba lépnek be, náluk az ágazati alapozás szakasz indul meg,
ami ágazati alapozási szakaszt alapszabályként iskolai tanműhelyben kell végezni, és ez a technikumban egy 2 éves szakaszt fog jelenteni, a szakképző 3 éves szakképzőiskolában pedig egy 1 éves szakaszt fog jelenteni. Változik továbbá az oktatók kötelező óraszáma, ez 22 óra lesz. A szabadságok tekintetében a 20 nap alapszabadság mellett 20 nap pótszabadságot határoznak meg, ami életkor alapján fog járni. Így például egy 46 éves oktatónak már 50 nap szabadsága is lehet. Az oktatóknak egy más típusú gondolkodásmóddal kell magát az iskolát megközelíteni, és nem csak az oktatóknak, azt gondolom mindenkinek. Az iskolának valóban szolgáltatóvá kell válni. És ez a szolgáltatóvá válás, ez pontosan azt fogja jelenteni, és a gondolkodásmódban abban kell jelentősen változni mindannyiunknak, hogy mik azok az igények, amiket a környező gazdaság, a bennünket körülvevő térségi igény megfogalmaz, és nekünk erre kell mozdulni, és erre kell reagálni. Vagyis pontosan tudnunk kell azt, hogyha kialakítjuk a képzési programjainkat, egy-egy szakmát tekintve, akkor abban mik azok a specialitások, amit a helyi vállalkozások igényelnek, amit egy-egy cég vagy cégcsoport, nagyobb cégek együttesen igényelnek, de akár a KKV-szektort is értem ez alatt, és a kisebb cégek együttese is. Ha ezeket meg tudjuk fogalmazni, és felénk is megfogalmazzák, akkor azt gondolom, itt ér össze az iskola és a gazdaság. Ez egy alapvetés, ezt tanuljuk, ezt a gondolkodásmódot, és ezt mindenkinek el kell sajátítani, azt gondolom, iskolán belül, iskolán kívül egyaránt. Én nagyon szeretnénk azt, hogyha olyan szakemberekkel tudnánk a jövőben együtt dolgozni az eddiginél sokkal jelentősebb számban, akik a gazdaság területén dolgoznak, vagy ott szereztek korábban magas szintű tapasztalatot. Ugye az új szakképzési törvény és a végrehajtási rendelete egyértelműen kimondja azt, hogy a közalkalmazotti szférából a munkatörvénykönyve alá kerülünk át. Ez nálunk is meg fog történni teljesen természetes módon ez év nyarán, és azzal, hogy ez megtörténik, egy rugalmasabb foglalkoztatást látunk, és annak a lehetőségét látjuk, hogy egy rugalmasabb foglalkoztatási lehetőség lép be, hiszen megszűnik például az a kötöttség, hogy óraadót milyen időkorlátban alkalmazhatunk. Vele együtt ugye megjelenik egy bértömegnövekedés a szakképzési centrumban, ez a bértömegnövekedés viszont majd azt teszi lehetővé, hogy egy magasabb óradíjjal tudjuk a gazdaság szereplőit és azokat a mérnököket, technikusokat bevonzani az oktatásba, akik ehhez kedvet éreznek, affinitásuk van. A tanulók mellett a tanárok is megemelt juttatásokban részesülnek. A 2020 júliusától életbe lépő szabályozás 32 000 pedagógust érint, a fizetésemelés országos átlagban akár 30%-os is lehet. Tanfolyamokat indít a Tolna megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztálya. A kurzusok elvégzői az oktatás ideje alatt pénzt is kapnak, összesen 49 különféle képzésre lehet jelentkezni. A Tolna megyei álláskeresők körében magas, 45%-os az alacsony iskolázottságúak aránya. A jó munkahely megszerzéséhez pedig kell a megfelelő szakképesítés is, ugyanis a szakképzetlenek foglalkoztatása továbbra is nehézségekbe ütközik, mert a cégek kevés munkakörben tudják alkalmazni őket, mondta Némedi Ágnes, a Tolna megyei kormányhivatal társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztályának vezetője. Ezért a foglalkoztatási szakterületek folyamatosan képzéseket szerveznek, ahol a regisztrált álláskeresőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy különböző tanfolyamokon szakképesítéseket szerezzenek. 2020-ban változni fog a szakképzési rendszer, és ennek kapcsán a jelenleg hatályban lévő képzési jegyzékünket, amin éppen most 32 szakirány van fenn, tervezzük bővíteni, újabb 17 szakirányt szeretnénk feltenni rá, ez a tavasz folyamán megtörténik. Így az álláskeresők összesen 49 féle tanfolyamot végezhetnek el az álláskeresőként, és tudnak bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra. A munkáltatókkal egyeztetve 49 olyan szakirányú képzéssel várja a foglalkoztatási osztály az álláskeresőket, amelyek elvégzését követően akár 80%-os eséllyel tudnak elhelyezkedni az álláskeresők.
Mindenképpen be kell menniük a foglalkoztatási osztályokra, a területileg illetékes foglalkoztatási osztályt keressék meg, regisztrált álláskeresővé kell válniuk, és az ottani ügyintézővel tudják megbeszélni, hogy éppen milyen tanfolyamokat tervezünk indítani. Fontos, hogy a tanfolyam, ami az álláskeresőt érdekli, fenn legyen a képzési jegyzékünkön, amit a Tolna megyei kormányhivatal honlapján meg lehet tekinteni, és nagyon fontos az is, hogy összejöjjön az a létszám, ami a képzőnek feltétlenül szükséges a képzés elindításához. Azok a tanfolyamok, amiket tavasszal indítunk, nagyon fontosak a város számára, például a szociális gondozó és ápoló, illetve az egészségügyi ápoló, őket folyamatosan 60-80%-ban fel tudják venni a helyi gazdálkodó szervezetek, többek között a Tolna megyei önkormányzat Balassa János kórháza. Emellett a villanyszerelő és a hegesztő, amelyek szintén hiányszakmák, szinte a tanfolyamon végzett, sikeresen levizsgázott hallgatók mindegyike el tud helyezkedni. További támogatás, hogy amíg tart a szakirányú képzés, az alatt az álláskereső keresetpótló juttatásban részesül. Ez a minimálbér 60%-a. A legtöbb tanfolyamot Szekszárdon indítják, ezért akik falvakból ingáznak, az úti költség 100%-os megtérítésére is van lehetőség. Ez pedig azért fontos, mert a tanfolyamok nagy része Szekszárdon bonyolódik. Előfordulhat, hogy 2-3 hónaptól, akár 10-12 hónapig is terjedhet. Nagyon fontos, hogy a régi OKJ szerinti képzéseket 2020. december 31-éig tudjuk csak elindítani. Utána már az új képzési rendszer szerint kell tanulniuk, és csak részszakképesítéseket tudnak megszerezni nálunk a hallgatók. 300 települést érinthet, és egyes számítások szerint 10-15%-os bevételkiesést jelenthet az önkormányzatoknak, ha az iparűzési adót a mostani elképzelések szerint alakítja át a kormány 2021-től. Sok városnak, községnek a cégek által fizetett adó a legjelentősebb olyan bevételi forrása, amivel szabadon gazdálkodhat. Az Iparkamara Tolna megyei elnöke sem vitatja, hogy ez a lépés érzékenyen érinteni az önkormányzatok egy részét, ugyanakkor úgy véli, a vállalkozások terheinek csökkentésére szükség van. Budapest önkormányzata 38 milliárd forintot veszítene el, de Szekszárd és a nagyobb városok is több milliárd forinttól esnének el, ha a kormány csökkenti az önkormányzatoknak egyetlen érdemi bevételét jelentő iparűzési adót. Ezt a cégek a székhelyüknek otthont adó önkormányzatoknak kell befizetniük a nettó árbevételük után. 2021. decemberétől eltörölnék az iparűzési adó feltöltési kötelezettséget. Ezzel a cégeknek nem kellene adóelőleget fizetniük az önkormányzatoknak, hanem elég lenne csak az adóbevallások benyújtásakor 2022. májusában elintézni. Ez az intézkedés országos szinten mintegy 80-100 milliárd forint átmeneti kiesést jelentene az önkormányzatoknak. Az átalakítás a 3200 önkormányzatból 300-at érintene érzékenyen, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint. Bátaszék életében is nagy változást eredményezne az, hogyha a helyi adókból befolyt, mintegy 32 millió forinttól elesnének, hiszen ebből tud egy település önkormányzata fejlesztéseket végrehajtani, mondta Bozsolik Róbert polgármester. A város szabad forrásai azok az adóbevételek. Adóbevételek tekintetében két markáns adónemről tudunk beszélni, ami kimondottan a város irányítása és befolyása alatt van. Az egyik a magánszemélyek kommunális adója, a másik pedig az iparűzési adó. Ugye a magánszemélyek kommunális adó tekintetében közel 10 éve ugyanabban a mértékben, tehát 13 ezer forint per ingatlanban van meghatározva az adóhozzájárulás mértéke éves szinten. Ez mintegy 32 millió forintot jelent a város költségvetésen belül. Azt gondolom, hogy adott esetben ennek az adónemnek a csökkentése vagy megszüntetése azért okozhat némi zavart egy költségvetés összeállítása kapcsán, hiszen egy 32 millió forrás kiemelése esetén, amennyiben nem tudja az önkormányzat ezt a bevételi forrását más egyéb forrásokból pótolni, ez feladat elmaradást fog jelenteni. Mondom ezt azért, mert az elmúlt 5 esztendőben pontosan kialakítottuk azt a feladatellátó rendszert, kialakítottuk a támogatási rendszert, amely ennek a kisvárosnak a működtetéséhez feltétlen szükséges. Ebből visszalépni nagyon nem tudunk és nem szeretnénk, hiszen az
az minőségi romlást eredményezhetne az elkövetkezendő időszakban. Így adott esetben szinte azt lehet mondani, hogy a fejlesztések tekintetében történne egy markánsabb visszalépés. Figyelembe véve azt, hogy a város mondjuk 2020-as költségvetésében mintegy 110 millió forint az a forrás, ami fejlesztéseket és felújításokat tartalmaz. Hát ha ebből kiveszünk durván 30 millió forintot, az azt jelenti, hogy 30%-kal csökken az ez irányú lehetőségeinknek a mértéke. Ha ezt hozzáveszünk, hogy adott esetben mondjuk iparőzési adónál is egyrészt van némi központi szándék, hiszen néhány nappal ezelőtt megjelentek kormányzati forrásokból információk, hogy az iparőzési adó alapját csökkentő tételek bevezetését tervezi a kormány, ami azt fogja jelenteni, hogy a vetítési alap, amire gyakorlatilag Bátaszék esetében a 2%-os éves adófizetési kötelezettség, ami alapján keletkezik, ha ez kisebb, akkor természetesen kisebb a megfizetendő iparőzési adó is. Ez is gondot okoz, ha ennek nem találjuk meg a másik lábát, ez azt fogja jelenteni, hogy valamilyen feladatot el kell majd engedni, mert nem fogjuk tudni megfelelő forrásokkal finanszírozni. Bátaszék számos fejlesztést hajt végre, egy ipari park kialakítása is napirenden van, ahova sorra jelentkeznek be a vállalkozások, akik jelentős forrásbővülést nyújthatnának a településnek. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, ha bevezetik a helyi adók visszaszorítását, az nem azt jelenti, hogy a letelepedő vállalkozások ne találnák meg az útját a helyi célok megsegítésének. Az iparőzési adó fizetési kötelezettség mellett azért ennek vannak egyéb vetületei a város életét nézve is, hiszen egyrészt a foglalkoztatás kérdésében jelentősen számolunk arra, hogy az iparterület 100%-os kapacitással tud működni, akkor azért ugye mi prognosztizálunk egy 15-30 fő közötti foglalkoztatás növekedést, és hát ezek a tőkerős vállalkozások azért a város társadalmi szervezeteit is azért erőteljesen támogatják. Tehát ilyen értelemben közvetlen kihatása nincsen. A város költségvetését érintheti hátrányos helyzetben, ha e tekintetben bevételkieséssel kalkulálni. A kis településeknek így Bátának is jelentősen csökkenne a bevétele, ha a helyi iparőzési adót átalakítják, hiszen több mint 100 millió forintot fizetnek be a cégek iparőzési adó címén ennek a községnek, mondta a polgármester Huszárné Lukács Rozália. Vannak kis cégek, de azoknak az iparőzési adója elenyésző, az 3 millió forint körül van. A nagy befizetőnk az egy nagyobb összeggel járul hozzá, az egy ilyen 100 milliós tétel, de mondom, hogy tehát az óvoda fenntartásra, a hivatal fenntartásra, az önerőnk miatt, valamint a szociális étkezésre és egyéb fenntartásra az állami feladatokhoz nem kevés összeget hozzá kell tennünk az iparőzési önerő miatt. Általánosságban minden kis településen óriási problémákat okozna, hiszen a kis települések ebből élnek, az iparőzési adóból, és tehát a lakosság, tehát ami létezik egy kis településen a fejlesztésektől, a fenntartásoktól, az épület fenntartásoktól, a különböző művelődési házak és egyéb fenntartások, hát nem is tudom, hogy mi fog történni. Az iparkamara Tolna megyei elnöke szerint azonban szükség van a vállalkozások terheinek csökkentésére. Elsősorban a munkával kapcsolatos terheket emelném ki. Gyakorlatilag ezek összeadva jelentősen befolyásolják a vállalkozások eredményeit. Ezek a pénzek megmaradnak, ha ebből lehet fejleszteni, esetleg pótolni a beruházásoknál a kieső összegeket, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy fejlődést jelentett. A 2019-es költségvetés szerint a 3200 önkormányzat közel 3000 milliárd forintos kiadásából 827 milliárdot fedezett iparűzési adóbevétel.
Az újonnan induló vállalkozásokat segítik az adóhatóság munkatársai. A mentorprogram célja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az új adózók jogkövetését elősegítse, a helytelen adózási gyakorlat kialakulását megelőzze, és az adókötelezettségek teljesítéséhez segítséget nyújtson. A féléves mentorprogramban a kezdő egyéni vállalkozók, újonnan cégbejegyzésre kötelezett szervezetek, bíróság által nyilvántartott civil szervezetek, valamint ügyvédi irodák és szabadalmi ügyvivőirodák vehetnek részt. A kezdő vállalkozások támogatása érdekében fontos szolgáltatás vehető igénybe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A mentorprogram célja többek között az, hogy az új adózók adózási ügyintézését megkönnyítse. A program során az adóhivatal az írásbeli tájékoztatás mellett szóbeli tájékoztatást is nyújt. Ez kétféle módon valósul meg, egyrészt felkészítő fórumokon, oktatásokon történő részvétellel, másrészt pedig személyes kapcsolatfelvétellel. A mentorprogramba jelentkezhetnek az egyéni vállalkozók, a cégek, civil szervezetek, ügyvédi irodák és szabadalmi ügyvédi irodák. A támogatói eljárás, vagy más néven mentorprogram 2018. január 1-én indult. Ez a kezdő vállalkozások adóhivatal által történő támogatását, mentorálását jelenti. Az a tapasztalat, hogy a kezdő adózók nincsenek tisztában az adózási szabályokkal, és ebben segít a program. A program résztvevői lehetnek az egyéni vállalkozók, a cégbejegyzésre kötelezettek, az ügyvédi irodák, a szabadalmi ügyvivőirodák, valamint a bíróság által nyilvántartott civil szervezetek. A mentorprogramnak az a lényege, hogy az adóhivatal célzott tájékoztatással nyújt segítséget a kezdő adózóknak az adókötelezettségek megismeréséhez és betartásához. A programban résztvevőket 6 hónapon keresztül folyamatosan segíti az adóhatóság munkatársa, vagyis ha például észrevesz valahol egy hibát, hiányosságot, akkor telefonon vagy írásban felhívja az adózó figyelmét erre. A mentor, a NAV szakembere folyamatosan tartja a kapcsolatot a mentoráltjával, fogadja a hívásait, tájékoztatja az adózási szabályokról, figyelemmel tartja az adókötelezettségének a teljesítését, ugye a bevallási kötelezettségét, az adó folyószámlájának az alakulását, felhívja a figyelmet az esetleges problémákra, teendőkre. Fontos az is, hogy az adóhivatalnál a személyesen megjelenés esetén a központi ügyfélszolgálatokon ezeket a mentoráltakat, a programban résztvevőket kiemelten kezelik. Az adóhivatal egyébként minden kezdő vállalkozással felveszi a kapcsolatot a megalakulástól számított 30 napon belül, ügyfélkapun keresztül, vagy pedig a cégkapun keresztül. Ez azt jelenti, hogy kiküld egy úgynevezett üdvözlő levelet, amelyben kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és tájékoztat a mentorprogramról. A programban történő részvétel az ingyenes és önkéntes, csupán regisztrációhoz kötött. Ez azt jelenti, hogy a levélben található egy link, és erre kell rákattintani. Egyébként pedig a program az üdvözlőlevél kiküldésétől számított 6 hónapig tart. Az a tapasztalatunk, hogy ezt az üdvözlőlevelet nagyon kevesen nyitják meg, és ezért nem tájékozódnak a mentorprogramról, illetve a program nyújtotta előnyökről, lehetőségekről. Viszont akik regisztráltak a programba, azok jónak tartják, és részt vesznek ezeken a fórumokon, előadásokon, illetve igénybe veszik a mentoroknak a segítségét. Mi mindenképpen javasoljuk a kezdő vállalkozásoknak, hogy vegyenek részt ezen a programon, és vegyék igénybe, hiszen ez egy ingyenes lehetőség. A mentorprogram mindössze fél éves és teljesen ingyenes, az adózónak csak előnye származhat belőle, hátránya nem. Ha tehát ön is új vállalkozó, akkor érdemes mentorált adózónak lennie, ugyanis személyre szabott segítséget kaphat a NAV-tól. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.